Szép napot kívánok mindenkinek ebben a videóban. Szeretném bemutatni a visszatevéses mintavételre vonatkozó valószínűségszámítás feladatokat. Tehát a címünk visszatevéses mintavétel. Ahhoz, hogy ezzel a problémakörrel tudjunk foglalkozni, először arra lesz szükségünk, hogy megbeszéljük, hogy mikor mondjuk azt, hogy két esemény egymástól független. Független események. Azt mondjuk, hogy két esemény akkor független, hogyha a szorzatuk valószínűsége megegyezik a valószínűségük szorzatával. Tehát ha A és B tetszőleges eseménye, akkor A független B-től, ha a P A szor B egyenlő P A szor P B teljesül. Ezt egyébként főleg középszintű érettségén inkább csak így érzésből szoktuk használni ezt a összefüggést, de a visszatevéses mintavételhez elég nagy szükségünk lesz rá. Nézzük, hogy miről is szól ezek után a visszatevéses mintavétel. Tekintsünk egy kísérletet. És egy azzal kapcsolatos tetszőleges esemény, amelynek a bekövetkezési valószínűsége kis p. Nyilván a kis p az a 0-1 zárt intervallumból van, igazából nyíltból, mert hogyha akár 0, akár 1, akkor okafogyottá válik maga a visszatevéses mintavétel, de 0-1 zárt intervallumból sem lesz baj. Végezzük el a kísérletet. N-szer egymástól függetlenül. Annak a valószínűsége, hogy a vizsgált esemény éppen K-szor következik be, ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy PA egyenlő n alatt a k, szorozva p a k-adikon, szorozva 1 minusz p az n minusz k-adikon. És akkor miért van ez így? Azért van így, mert hogyha megnézzük ezt az n darab kísérletet, ugye ezek a rublikák fogják jelenteni az n darab kísérletet. Ez az n darab kísérlet. Ugye ebben az esetben a kísérletek két részre oszthatók, hiszen az egyes kísérletek elvégzése esetén el tudjuk dönteni, hogy az adott vizsgált esemény bekövetkezett vagy nem. Tételezzük fel, hogy mondjuk itt bekövetkezett, itt is bekövetkezett, itt is bekövetkezett, itt is bekövetkezett, ezeken a helyeken pedig nem következett be az a kísérlet, amit mi vizsgáltunk. Akkor ugye az, hogy a kísérlet bekövetkezett, annak mindig P a valószínűsége. Annak, hogy ez az adott kísérlet nem következik be, az ugye 1 minusz P, hiszen ugye a bekövetkezik és a nem következik be, azok egymás komplementer eseményei, azaz egymás ellentett eseményei, egyre egészítik ki egymást a két valószínűség. És hogyha az n darab kísérletet vizsgáljuk, akkor észrevehetjük, hogy ebben az n darab kísérletben, ugye mivel azt vizsgáljuk, hogy k-szor következzen be a vizsgált esemény, ez azt jelenti, hogy k darab bekövetkezésünk van, és n minusz k darab nem bekövetkezésünk van. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kombinatorikánál, hogy ezeket a valószínűségeket, mint az eseteket összeszorozzuk, ez azt jelenti, hogy ebben a
kifejezésben, amikor ezt a szózást megcsináljuk, ekkor lesz k darab p valószínűség, tehát p a k-adikon, hiszen k darab b betű van itt ezek között, a rubrikák között, illetve van 1-p-ből n k darab. Itt még csak azt használtuk ki, hogy ezek az események egymástól függetlenek, és akkor most jön az, hogy igazából ez arra a konkrét esetre vonatkozik, amikor a bekövetkezett esemény a második, a negyedik, az ötödik és az n-dik. De ugye ezeket a b-ket én tetszőlegesen elhelyezhetem az n darab kísérlet között akárhogyan, tehát nem feltétlenül a második, negyedik, ötödik, hanem mondjuk az első, második, hetedik, a harmadik, nyolcadik, tizenkettedik, és így tovább, bármi lehet, azaz ezt még meg kell szoroznom annyival, ahányféleképpen a B betűket, azaz a bekövetkezett kísérleteket, vagy bekövetkezett eseményeket el tudom helyezni, ez ugye n alatt a K féleképpen oldható meg. És ezzel tudom kiszámolni ennek a eseménynek a bekövetkezési valószínűségét. Nézzük, milyen feladatokat hoztam erre a vizsgált, vagy erre a visszatevéses mintavételre. Először is, elnézést, az első feladat, ez egy érettségi feladat volt, és igazából nem a visszatevéses mintavételre, hanem a független események valószínűségére vonatkozik. Kinevet a végén nevű társasjátékban egy játékos akkor indulhat el a pályán, amikor egy szabályos dobókockával hatost dob. Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy valaki pontosan a harmadik dobásra indulhat el a pályán. Hát kétféleképpen fogjuk megoldani. Az első módszer az a klasszikus valószínűséggel, ugye összes esetek háromszor dobok, ugye hat oldalú dobókockával, tehát hat a harmadikon az összes esetek száma. A kedvező esetek számát pedig úgy tudom megmondani, hogy van a három dobásom, 1, 2, 3, és akkor az első az nem hatos, a második nem hatos, a harmadikra pedig hatost kell, hogy dobjak. Ha az első nem hatos, akkor az ötféle dobás lehet, a második nem hatos, az is ötféle dobás lehet, a harmadiknak pedig hatosnak kell lenni, ez egyféle lehet. Ez azt jelenti, hogy a kedvező esetek száma az 5 a négyzeten, és így a valószínűség az 5 a négyzeten per 6 a harmadikon, azaz 25/216. A második módszer az, hogy azt mondom, hogy igazából ezek a kockadobások egymástól függetlenek, hiszen az, hogy a második dobásomnak mi lesz az eredménye, az nem függ attól, hogy az első dobásomnak mi volt az eredménye, éppen ezért vizsgálom a három darab kockát. És azt mondom, hogy az első dobásom nem lehet hatos, a második sem lehet hatos, a harmadiknak viszont hatosnak kell lenni. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az első dobásom nem hatos, ennek a valószínűsége 5/6. A második dobásnak sem szabad hatosnak lenni, ez is 5/6 valószínűségű, a harmadiknak viszont hatosnak kell lenni, tehát ez 1/6 valószínűségű, ezek függetlenek, és ugye egyszerre kell, hogy bekövetkezzenek, így a PA, a valószínűség, az 5/6 a négyzeten, szorozva 1/6-dal, és akkor felhívnám a figyelmet arra, hogy ez nem visszatevéses mintavétel, hiszen nem azt számoltuk ki, hogy a háromból egyszer fogok hatos dobni, hanem azt számoltam ki, hogy mennyi a valószínűség, hogy pontosan a harmadik lesz hatos dobás. Ez azt jelenti, hogy ezt nem kell megszoroznunk a három alatt az egyel, vagy a három alatt a kettővel. Nézzük a következő feladatot. Szintén egy középszintű érettségi feladatról van szó. Egy 17-es feladatnak a C része. Marcipángömböket gyártó gép működése nem hibátlan. A mintavétellel végzett minőségellenőrzés kiderítette, hogy a legyártott gömbök 10%-ában a marcipángömb mérete nem felel meg az előírtnak. A már legyártott nagy mennyiségű gömb közül 10-et kiválasztva, mekkora annak a valószínűsége, hogy a kiválasztottak között pontosan 4-nek a mérete nem felel meg az előírásnak. Kezdjük azzal, hogy honnan tudom, hogy itt a visszatevéses mintavételt kell alkalmazni. Egyrészt az, hogy legyártott nagy mennyiségű gömb közül választunk, nem tudjuk, hogy hány elem van, viszont azt tudjuk, hogy 10%-ában van az előírásnak nem megfelelő marcipángömb. Azaz, azt tudjuk, hogy egy kiválasztott marcipángömb rossz, annak a valószínűsége 0,1, hiszen 10% a valószínűsége, vagy 10% a gömböknek rossz, annak pedig, hogy jó, akkor 0,9. Van 10 darab gömbünk, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, és ebből pontosan 4-nek a mérete nem felel meg, tehát 4 rossz van. 1, 2, mondjuk 3 és 4, ez a 4 lesz a rossz. Minden rossznál a rossznak a valószínűségét fogjuk beírni, tehát 0,1-et, 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 az összes többi pedig jó, és a jóknak a valószínűsége az 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, szintén és a végén is. És ugye ezek független események, ugye a szorzatuk valószínűségére vagyok kíváncsi, tehát ezeket a valószínűségeket összeszorzom, akkor ugye 0,1-ből van 4, elnézést, és 0,9-ből van 6 darab. Csak hogy ebben az esetben a rosszaknak a helyét, ugye lerögzítettem, ez a harmadik, az ötödik, a nyolcadik és a kilencedik helyen vannak most a rosszak, de ez bármilyen elosztásban lehet, tehát ezt még meg kell szoroznom azzal, ahányféleképpen én a 10-ből a 4 rossznak, vagy akár a 6 jónak a helyét ki tudom választani, és ez lesz a keresett valószínűség. Ezt gyorsan számológéppel ki is lehet számolni. És azt kapjuk, hogy ez 0,112 tízezred ennek a valószínűség, hogy éppen 4 rossz lesz a kiválasztott marcipán gömbök között. Honnan lehet tudni akkor, hogy visszatevéses mintavételről van szó? Egyrészt onnan, hogy a feladat konkrétan elmondja, hogy a kiválasztott elemeket visszatesszük, akkor biztosak lehetünk benne, hogy visszatevéses mintavétel. A másik ilyen, amikor biztosak lehetünk benne, hogyha nincsen meg az, hogy hány elemből kell, hogy válasszunk, illetve nem az van meg, hogy nem tudom, 100 elemből 30 elem rossz, hanem csak az arány, illetve a valószínűség, hogy annak a valószínűség, hogyha választunk belőle egyet, akkor annak mennyi lesz a valószínűség, hogy rossz lesz. Nézzük a következőt. Ez szintén egy középszintű érettségi feladat volt. Minőség ellenőrzéskor kiderült, hogy 100 készülék között 12 hibás van, a többi 88 jó. A 100 készülékből véletlenszerűen egyesével kiválasztunk 6-ot úgy, hogy a kiválasztott készülékeket rendre visszatesszük. Mekkora annak a valószínűsége, hogy nincs a kiválasztott készülékek között hibás? Akkor ugye a hibás, rendben van, hogy 12 hibás van, de nekünk nem ezt kell nézni, hiszen vissza fogjuk tenni ezeket az elemeket, azt kell megnézni, hogy egy húzásnál mekkora a valószínűsége, hogy hibásat húzunk. Ez ugye, mivel 12 hibás van a 100-ból, ezért 12 század, azaz 0,12. Az, hogy jót húzunk, ennek a valószínűsége 0,88 vagy 88 század. 6-ot választunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és azt mondja, nincsen a kiválasztott készülékek között hibás, azaz mindnek jónak kell lenni. Ez azt jelenti, hogy ha mindnek jónak kell lenni, akkor az elsőnek is 0,88, a másodiknak is, a harmadiknak is, a negyediknek is, az ötödiknek is, és a hatodiknak is 0,88 a valószínűsége. És így ez a valószínűség, ez 0,88 a hatodikon. Egyébként, hogyha mindenképpen szeretnénk nyomon követni azt, hogy hol van itt az 1-p, meg az n alatta k, akkor ide írhatnánk egy olyat, hogy 0,12 a nulladikon, és 6 alatt a 0, vagy 6 alatt a 6, de mivel ennek a kettőnek úgyis egy a szorzata, ez a valószínűséget nem befolyásolja, tehát igazából itt nekünk erre nem is nagyon van szükségünk, egész egyszerűen annyit kellett tudnunk, hogy mind a hatnak jónak kell lenni. A másik, hogy amikor visszatevéses mintavétellel dolgozunk, akkor ne felejtsük el, hogy minden egyes húzásnál ugyanakkora lesz a jó, illetve a hibás húzásának a valószínűsége. Ez azért fontos, mert a múltkori videóban, amiben a visszatevés nélküli mintavételről beszéltem, ott igazából, hogyha ugyanezt az esetet néztük volna, hogy 100 elemből 12 hibás, 88 jó, akkor miután kihúztuk az egyiket, változott volna az, hogy mennyi a hibás és mennyi a jó arány. Itt viszont nem, hiszen megnézem, megvizsgálom, visszateszem, és ugyanúgy 12 hibás lesz a 100-ból, a visszatevés nélkülinél pedig vagy kihúztam egy hibásat, és akkor már csak 11 lesz a 99-ből, vagy kihúztam egy jót, és akkor már csak 87 jó lesz a 99-ből. Nézzük a következő feladatot.
szintén egy összetettebb középszintű érettségi feladatnak a B része. Testlapjait 1-től 8-ig megszámozzuk, így egy dobó oktaédert kapunk, amely minden oldallapjára egyforma valószínűséggel esik. Egy ilyen test esetében is van egy felső lap, az azon lévő számot tekintjük a dobás kimenetelének, az ábrán látható dobó oktaéderrel 8-as dobtunk, határozza meg annak a valószínűségét, hogy ezzel a dobó oktaéderrel egymás után négyszer dobva, legalább három esetben 5-nél nagyobb számot dobunk. Hát akkor kezdjük azzal, hogy legalább 3 esetben. Ez azt jelenti, hogy 3-4 lehet az, ami nekünk kedvező, tehát vagy 3-5-nél nagyobbat dobunk, vagy 4-5-nél nagyobbat dobunk. Akkor ha én 5-nél nagyobbat dobok, mivel 8 lehetőségem van a dobásra, hiszen 8 oldala van ennek a dobó oktaédernek, és nekem 5-nél nagyobbat kell dobni, azaz 6-ost, 7-est, 8-as dobhatok, ezért az 5-nél nagyobb dobás valószínűsége 3-8-ad, az 5-nél nem nagyobb dobás, elnézést, az pedig 5-8-ad. Nézzük, mi van akkor, hogyha 3-szor dobok a 4-ből 1, 2, 3, 4, 5-nél nagyobb számot, akkor 3-szor dobok 5-nél nagyobb számot, ez lesz, ez lesz, ez lesz, ez pedig rossz lesz, tehát 5-nél nem nagyobb. Ami 5-nél nagyobb, annak 3-8-ad a valószínűsége, ennek is 3-8-ad a valószínűsége, ennek is 3-8-ad a valószínűsége. Ami rossz, aminek nem sikerült 5-nél nagyobbat dobni, ott pedig 5-8-ad a valószínűség. Függetlenek, összeszorzom őket, tehát 3-8-ad a harmadikon szorozva 5-8-addal, csak hogy ugye itt még azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezeket a jó dobásokat, az 5-nél nagyobb dobásokat nem csak erre a három helyre tehetem, hanem bármelyik három helyre, tehát ezt még meg kell szoroznom 4 alatt a 3-mal. És amikor mind a 4 dobásom 5-nél nagyobb lesz, akkor van 4 dobásom, mindegyik jó. Ez 3-8-ad, 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 3-8-ad. Azaz 3-8-ad a negyediken. Itt ugye már nem kell más, hiszen rossz dobások nincsenek, nem kell kiválasztanom, és mivel vagy kapcsolat van közöttük, ugye vagy 3-at, vagy 4-et, ezért ezeket a valószínűségeket összeadom, és így a keresett valószínűség, a PA, ez úgy fog kinézni, hogy 3-8-ad a harmadikon szorozva, 5-8-addal szorozva 4 alatt a 3-mal, plusz 3-8-ad a negyediken. Ezt a számológéppel kiszámoljuk. Ez 621 4096-od, aminek a közelítő értéke 0,1516 tízezred, de ne felejtsük el, hogy a valószínűséget 4 tízezres jegyre szoktuk kerekíteni, hiszen ha a valószínűséget százalékban adjuk meg, még akkor is 2 tízezres jegy pontosságú lesz a megadott érték. Következő, szintén középszintű érettségből. Az edzésen a játékosok 11-es súgást gyakorolják, az egyik játékos 0,9 tízezred valószínűséggel lövi be a 11-est. Mennyi a valószínűsége annak, hogy 3 rugásból legalább egyszer betalál? Hát ugye 3-ból legalább egyszer, az azt jelenti, hogy egyszer, kétszer vagy 3-szor kell neki betalálni. Ez 3 esetet jelent, az ellentett esemény, az viszont azt jelenti, hogy egyszer sem talál be. Ezt egyszerűbb lesz kiszámolni, hiszen csak egy esetet kell vizsgálnunk. Itt a 3 rugás. És rossz lett, rossz lett, rossz lett, hiszen nem talált be egyik esetben sem. És mi annak a valószínűsége, hogy 0,9, hogy belövi, akkor 0,1 annak, hogy kihagyja. És ez azt jelenti, hogy akkor 0,1 annak a valószínűsége, mindegyiket elrontja. Tehát az ellentett eseményünknek a valószínűsége az 0,1 a harmadikon, ami 1 ezred valószínűségű.
Ebből pedig az ellentett esemény valószínűségére vonatkozó tétel miatt 0,999 ezred a valószínűsége annak, hogy a háromból legalább egy 11-es be fog húgni. Az utolsó feladat, ami a egységes érettségi felületgyűjtemény tettes kötetéből van, elnézést, egy városban a tapasztalatok szerint az utasok 6%-a jegy nélkül utazik a metrón, mekkora a valószínűsége annak, hogy egy 50 utas szállító kocsiban pontosan 2, vagy legalább 3 potya utas találnak. Akkor nézzük az állat. Ugye potya utas az 0,06, valaki nem potya utas az 0,94, és ugye pontosan 2 potya utas találnak, az azt jelenti, hogy rajzolni kellene 50 darab ilyen rublikát, de nem fogom lerajzolni, és 2 potya utasok, mondjuk ő a potya utas, meg ő a potya utas. Akkor ugye a potya utasokhoz 600-ot írunk, az összes többihez pedig 0,94-et, hiszen ők rendesek, ők megvették a jegyet, vagy van bérletük. És akkor ez azt jelenti, hogy van 0,6-ból 2, 0,94-ból 48, csak hogy ezt még meg kell azzal szoroznunk, ahány féleképpen a 50 utas közül ki tudjuk választani a két potya utast, tehát ezt még az 50 alatt a 2-vel meg kell szoroznunk, és így ez a valószínűség. Ez 0,2262 tízezred. Ez lesz a PA1. Következő, legalább 3 potya utas. Az azt jelenti, hogy 3, 4, 5, 6 és így tovább egészen 50-ig. Hát ez rengeteg esemény, tehát vesszük az ellentettet. Az ugye 3-nál kevesebb. Azaz 0, 1 vagy 2. Ugye a 0 potya utas az azt jelenti, hogy az 50 rublika mindegyike rendes ember tartalmaz, vagy jó ember tartalmaz, azaz 0,94 az 50-en. Egy potya utas, ugye egy darab 600-ad és 49 darab 94-százados, és megszorozzuk 50 alatt az 1-jel, és a két potya utas, az pedig 0,06 a másodikon, szóval 0,94 a 48-on, szóval 50 alatt a 2, hiszen ez ugyanaz, mint az előbb, és ugye mivel ezek között, ezek diszjunktak, egymást kölcsönösen kizárják, és vagy kapcsolat van köztük, ezért ezeknek az összegére vagyok most kíváncsi, 0,94 az 50-en, meg 0,06, szóval 49-en, meg 0,06 a másodikon, szóval 0,94 a másodikon, szóval 50 alatt a 2. Ez PA2, az 0,4162, tehát 4162 tízezer. Nézzük, mi volt a B kérdés. Elnézést. Hány utas között találunk 90%-os valószínűséggel legalább egy potya utast? Akkor PB egyenlő 0,9, ahol a B azt jelenti, hogy legalább egy potya utas. És akkor ezt úgy fogjuk megmondani, hogy ugye mivel azt se tudjuk, hogy hányan vannak a kocsiban, hiszen ez a kérdés, ezért a legalább egy potya utas az lehetne egy potya utas, 2, 3, 4, stb., de egészen ennig mehetnénk, ahol lenne a kocsiban lévő utasok száma, de sajnos az ennet nem tudjuk. Vegyük az ellentett eseményt. Az azt jelenti, hogy nincs potya utas. A nincs potya utasnak a valószínűsége ezek szerint 1/10. És ezt már ki tudjuk számolni, hiszen hogyha mind az n darab ember, mindenki jó, azaz van neki bérlete vagy jegye, akkor mindegyikhez 0,94-et fogunk írni.
Tehát ennek a valószínűségét ki tudjuk számolni, vagy legalábbis fel tudjuk írni az n-nel, mégpedig úgy, hogy 0,94 az n-ediken egyenlő 0,1-jel. Ez pedig egy egész egyszerű exponenciális egyenlet. Ugye mindkét oldal pozitív, vesszük a logaritmusát, 10-es alapú logaritmus 0,94 az n-ediken egyenlő 10-es alapú logaritmus 0,1. Azért vettük a logaritmust, hogy az n-et le tudjuk vinni ugye innen a hatványkitevőből a logaritmus elé. Kapjuk azt, hogy n szer 10-es alapú logaritmus 94 század egyenlő 10-es alapú logaritmus 1 tized, és akkor az n az 10-es alapú logaritmus 1 tized per 10-es alapú logaritmus 0,94, ami 37,21. Ez azt jelenti, hogy legalább 38 utas szükséges. Hát, ennyit szerettem volna elmondani a visszatevéses mintavétellel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet!